Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Szigorítás. Októbertől változtak a hitelezés szabályai. Végső búcsú. Örök nyugalomra helyezték Barna F. Máté, domonkos szerzetest. És magyar kézműves remek, rangos elismerésben részesült a soproni Balog Eszter üvegfestő, olmozott üvegablak készítő. Októbertől változtak a hitelezés szabályai hazánkban. A szigorítás csak a változó kamatozású hiteleket és a jövedelmek terhelhetőségét érinti. A változtatások fő célja a lakosság védelme. A kormány és a jegybank ezzel az intézkedéssel a kamatkockázattól óvja meg a családokat. Az első statisztikák szerint a szigorítás hatására nem csökkent a jelzálog hitelek iránti kereslet. Előtérben kerültek a fogyasztóbarát hitelek, a 10+10-es hitelek, a támogatások, csókáfa támogatások. A különböző hitelkonstrukciókat mutatja Vas Péter, a Hitelnet iroda vezetője. A Magyar Nemzeti Bank átalakította a lakáshitelezési szabályokat, ennek következménye, hogy a lakosság kevesebb hitelt vehet fel. A változtatás értelmében a családok havi jövedelmük bizonyos mértékét fordíthatják csak hiteltörlesztésre. Ezek a szabályok úgy változtak, hogy a rövid kamatperiódusi hiteleknél, ezek az 5 évnél rövidebb kamatperiódusok, a 3, 6, 12 hónap, 3 éves kamatperiódusi hiteleknél, ott az összjövedelemnek a 25, illetve 30%-át fordíthatják hiteltörlesztésre. Ez attól függ, hogy 400 alatti vagy 400 feletti jövedelemmel rendelkeznek ügyletszinten. Illetve az 5 éves kamatperiódusú hiteleknél is ez változott, itt 35-40%-ban módosult a jövedelem terhelhetőség. A jövedelem terhelhetőség a 10 éves vagy az azt meghaladó kamatperiódusú hiteleknél változatlan maradt. Ez a havi jövedelem 50%-át jelentheti. A változtatások október 1-től léptek életbe. Az új szabályozással a jegybank célja a lakosság védelme, hiszen a hitelek legjelentősebb kockázatát az esetleges kamatemelés adja. Ezeket a változtatásokat úgy gondolom, hogy a kormány előre próbál gondolkodni, és próbálja megóvni a családokat attól a kamatkockázattól, hogy egy esetleges kamatemelés során a törlesztő részletek akár 10-20-30 vagy akár több százalékkal is emelkedjenek. Az új szabályozás csak a változó kamatozású hiteleket érinti. A statisztikák szerint az új szabályozás hatására nem csökkent a jelzálog hitelek iránti kereslet. A lakosság hiteligénylésének mértéke eléri a 2008-as válság előtti összeget. Hétfőn megkezdődtek az útfelújítási munkálatok a Berzsenyi utcában. Ennek keretében a szakaszon található nagyméretű fákat kivágják. A növények eltávolítására azért van szükség, mert a fák nagy része beteg vagy túlkoros, és az útburkolatban, valamint egy-egy vihar miatt házakban is károkat okoztak. A fákat az útfelújítási munkálatokat követően gömbkőrisekkel pótolják majd. A fakivágás október 12-ig tart. Ez idő alatt a Berzsenyi utcába behajtani és megállni tilos. A kivitelező arra kéri az utcában élőket, hogy a környező utcákban parkoljanak. Örök nyugalomra helyezték Barna F. Máté, domonkos szerzetest. A hívek és barátok a Szent Mihály templomban gyászmise keretében vehettek búcsút, majd a Szent Mihály temetőben kísérhették végső útjára. A Szent Misét és a temetési szertartást dr. Veres András, győri megyés püspök vezette. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Barna Ferenc Máté városunk köztiszteletben álló polgára volt, 52. életévében hosszasan tartó betegségben hunyt el október 1-én. Rangos elismerésben részesült a soproni Balog Eszter üvegfestő, olmozott üvegablak készítő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos pályázatán kabinet képével, azaz az ablakba akasztható angyaltábrázoló munkájával elnyerte a magyar kézműves remek elismerést. Balog Eszter 20 éves pályafutásának elismerése az egyik legrangosabb országos szakmai díj, a Magyar Kézműves Remek kitüntető cím. Az angyalt ábrázoló ablakkép még nem érkezett haza Budapestről, ám a többi munkája ott sorakozik a műhelyében és a műhelye melletti kertben. A soproni üvegfestő, olmozott üvegablak készítő nem tudatosan választotta ezt a ritka foglalkozást. Teljesen véletlenül művészeti iskolába készültem, az a fajta problémás gyerek voltam, akinek a matek füzetében is a kecsketemplom tornya volt, mert én azt láttam az orsolya iskolának az ablakából, és folyamatosan csak azt hallgattam, hogy ezt nem kellene, nem kell rajzolni, már többet elég, és aztán én felvételiztem egy művészeti középiskolába.
ahol még fazekasnak és talán tűzománc készítőnek készültem, tehát hogy nekem az volt az álmom, de egy jobb rajzi felvételre bekerültem, ahol kísérleti szakmaként indult akkor az üveges képzés Magyarországon. Azóta igazi szerelemmé vált az üvegezés Eszter számára. Megrendelői értékelik alkotásaiban az egyediséget, a műves munkát. A munkáimban a tradicionális üvegfestést próbálom hangsúlyozni, és most többnyire az ajándék és dísztárgyak azok, amiket nagy kedvel készítek, és ráadásul szeretik is a megrendelők ezeket a termékeket. De aztán belső építészetben ajtók, ablakbetétek, Tiffany lámpák, tehát széles skálán az, amin mozgok, de most az év vége felé már, hát októberben nekem már karácsony van. Eszter szerint a sikere titka, hogy szenvedélyesen szereti az üveggel való foglalkozást. Én sose úgy tekintettem az üvegezésre, hogy munka. Tehát, hogy sokan mondják azt, hogy én szerencsés vagyok, mert nem dolgozom. Lehet, hogy így van. Tehát, hogy én ezt nem érzem munkának. A 100. pillangó után is ugyanúgy tudom szeretni, mert sablon nélkül dolgozom, tehát amikor már megunom a 101. balszárnyat, akkor rakok bele egyel több karikát, tehát... És ezt a megrendelők szeretik, mert már megszokták, hogy nem tömegterméket kapnak, valami mindig más egy kicsit, és így nekem is megvan az a fajta feltöltődés, hogy mindegyiket egyformán tudom szeretni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 16 évvel ezelőtt hirdette meg a magyar kézművesre megpályázatát. A jutalmazott kézművesek munkáikon megjeleníthetik, hogy a rangos cím birtokosai. A kelták nyomába eredhettek a soproni természetjárok a Sopron Múzeum segítségével. A soproni parkerdőben fekvő várhelyen Mrenka Attila múzeumi régész vezette túrán, megismerhették a programra látogatók a környék vaskori régészeti tájait, a temetkezési szokásokat, viseleteket és a jellegzetes tárgyakat. A múzeumok őszi fesztiválja van, ugye? Főleg a családokat várták a soproni parkerdőbe arra a játékos túrára, melyet Mrenka Attila régész vezetett. Ez egy gyerekeknek szóló ismeretterjesztő program, ahol lényegében a felnőtteknek szóló ismeretanyagot ültetjük át a gyerekek nyelvére. Itt szeretnénk megismertetni velük azt, hogy a várhelyen, itt a várhely központi részén milyen régészeti emlékek találhatók, ez hogyan kötődik Sopron múltjához, és ezáltal egy kis tudásanyagot adni nekik, ami mondjuk a tananyagon kívül állt, egy szélesíteni a látókörüket. A kelták egy Nyugat-Európából érkező népcsoport, akik az itt élő lakossággal olvadtak össze időszámításunk előtt a 4.-5. században. Érdekes temetkezési szokásaik voltak, tudtuk meg a régésztől. A halottakat minden esetben elhamvasztották, és a sírgödör keleti részébe helyezték, számos kisebb kerámia edénnyel. Az volt a szerepe, hogy a túlvilági útra mindenféle bőséggel ellássák az elhunytat. Így kerültek oda ételmellékletek, italmellékletek, nagyon sok esetben használati tárgyak. A túra után színes programmal készültek a kisebbeknek, aki szerette volna, annak kék festékkel kifestették az arcát, ahogy annak idején a kelták is tették. Az október 1-én startoló és egészen november közepéig tartó Múzeumok őszi fesztiválja országos rendezvény sorozatához idén is csatlakozott a Soproni Múzeum és a Soproni Evangélikus Múzeum. Ennek keretében belül valósult meg az első kalandozás a kelták nyomában régészeti túra is. Töltőgy felcímmel vándorkiállítás érkezik a Soproni Erdészeti Múzeumba. Az elektrotechnikai bemutató látványos, interaktív eszközöket mutat be a 18. századtól egészen a 20. századig. A tárlat egyben emléket állít a magyar feltalálóknak és műszaki szakembereknek is. Az elektrotechnikai kiállítás egyik érdekességét mutatja Antal Ildikó múzeológus, aki hangsúlyozta, a tárlat anyagát kifejezetten Sopronra szabva állították össze, így kapott helyet benne a vasfüggöny szemléltetése, az egykori határzár egyik eleme is. A illegális határátlépések miatt az osztrák-magyar határon drótkerítéseket, illetve aknamezőket létesítettek,
amik hát aztán nem bizonyultak megfelelőnek technikai okokból, és ezért a 70-es évek végén ezzel az orosz rendszerrel, 24 voltos rendszerrel váltották föl. A tárlat az elektromosság történetébe kalauzolja el az érdeklődőket. A kiállítás megalkotásakor a szervezők fő célja a látványosság és az interaktivitás volt. A bemutató könnyen értelmezhető mindenki számára. A szervezők fő célja éppen ezért az volt, hogy minél több helyre eljuthasson a tárlat. Kis csokorravalót adjunk abból, ami a budapesti telephelyen múzeumban látható, illetve a másik motiváló tényező az volt, hogy olyan elemeket vittünk be a kiállításba, ami nagyban elősegítheti az iskolai oktatás, kiemelten fizika oktatás, de akár a történelmi oktatást is. A kiállítás hivatalos megnyitója szerdán délután 3 órakor lesz. Az installáció egészen decemberig lesz megtekinthető az Erdészeti Múzeumban. Idén is szép számmal vettek részt a világ gyalogló napon, a hétvégén Sopronban. A sportrendezvényt 2 távban, 5 és 12 kilométerben is teljesíthették az indulók. Kósa István, a Sopronvárosi Szabadidősport Szövetség elnöke kiemelte, a kellemes időben a túra mellett gombázhattak is az érdeklődők. 2 túraútvonalat szerveztünk, egy 12 kilométeres és egy 5 kilométeres útvonalat, természetesen szakavatott vezetőkkel, akik most egy picit bevezetik majd az embereket még a gombázás rejtelmeibe is, lehetőség szerint remélem találunk is, és hát azt hiszem, hogy ettől szebb időt és ettől jobb programot nem tudok ma mai napra ajánlani. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy az Európai Sport Hét, ugye ami a múlt héten volt, szervesen kapcsolódik ehhez a programhoz is, és ezért kiemelt figyelmet fordítottunk ennek a programnak és ennek a túrának a szervezésére. A Soproni Vízilabda Sportegyesület 2 korosztálya, a serdülő és a gyermek korcsoport is vízbe ugorhatott vasárnap. Az akadályokat mindkét csapat könnyen vette, és győzelemmel a markukban szállhattak ki a medencéből. A Szokottnál is gólgazdagabb mérkőzéseket tartogatott a hétvége vízilabda programja Sopronban. Először a serdülő korosztály mutathatta meg képességeit. A fiatalok a Göd csapatával vívtak szoros meccset, amely 11-8-as hazai győzelmet hozott. A gyermekkorcsoportban azonban már az elejétől domináltak a soproniak. Kiütéses 33-as sikernek örülhettek. A csapatok edzője, Matyuga Kovács Rita kiemelte, veretlenül áll eddig mindkét együttes a bajnokságban. Sikerült mind a két meccset megnyernünk, a serdülő picit szorosabb volt, a gyerek az elég simára sikerült. Ez a második forduló volt ebbe az országos serdülő gyerek bajnokságban. Egyelőre mindegyik meccsünket megnyertük, mind a két korosztállyal. Bízunk abba, hogy ezt a lendületet nem veszítjük el, és sikerül így folytatni. Az évet a felnőtt csapat is jól kezdte, már 3-szor úszhattak ki a medencéből győztesen. A felnőttjeink idén kezdték szerintem eddig legjobban az évadot, 4 meccsből 3-at megnyertek, úgyhogy egész jól állnak, úgyhogy hát reméljük, hogy náluk is fényes eredmény lesz a végén. A hétvégén folytatódik tovább a gyermek és serdülő korcsoportok bajnoksága, valamint már a bébi korosztály is megkezdi a küzdelmeket. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Szikszai László bútortervező lesz. Utána Limonádé című ifjúsági magazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán is marad a napos, száraz idő, a délkeleti szél megélénkülhet, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul majd.